szerződés bontott a kanadai Heffernan testvérekkel a Csíkszeredai Sportklub jégkorong csapatának vezetősége. Az oka szombati Fehérvár elleni MOL Liga mérkőzésen kirobbant verekedés, amely a találkozó után nyilvános helyen folytatódott. Kyle Heffernan és a csíki hoki csapat közös megegyezéssel bontott szerződést, a felek tisztességesen váltak el egymástól. Shane Heffernan viszont a klub engedélye nélkül elhagyta a csapatot és a várost, így vele egyoldalúan fognak szerződést bontani. A két játékos helyett orosz hokisok érkezhetnek. Román válogatott kézilabdázóval erősített a Székelyudvarhelyi Kézilabdaklub. A sérüléssel küszködő Lazo Majnov hiányát Krisztián Gice pótolhatja. A 24 éves jobbátlövő játszott már Bákóban, a francia Celestat együttesében és a nagybányai Mináorban is megfordult. Krisztián Gice és a Székelyudvarhelyi KC két idényre szóló megállapodást kötött. Elszenvedte idei első vereségét a Marosvásárhelyi City, a teremlabdarúgó csapata. Kacsó Endre együttese 5-2-re kapott ki Dévától. Hamar 3 gólos hátrányba került a Marosvásárhelyi Cityász, és Kacsó Endre hiába próbálkozott vészkapusos taktikával, semmi sem működött. A dévaiak mindössze egy sorral és néhány cserélhető emberrel jól állták a sarat és nyerni tudtak. A marosvásárhelyiek edzője úgy véli, Déva semmivel sem volt jobb, pusztán jobban akarták a győzelmet. Többet akartak, mint mi. Többet szaladtak az első, azt hiszem az 5.-6. perctől után, többet a helyzeteket az ellentársak belugták, mi pedig lassúak voltunk, mindenben lassúak voltunk. A dévaiak azt mondják, a bajnok otthonában aratott győzelem rendkívül fontos számukra. Sokat készültünk arra a meccsre, úgy taktikailag, mint fizikailag, és helytállni jöttünk ide, azért tartottunk, mert hogyha úgy veszük, a legjobb kerete van Vásárhelynek ebben a bajnokságban az idén, és mit mondjak, jól játszottunk, szerintem megérdemeltük, hogy győztünk. A hétvégi fordulóban ismét hazai pályán játszik a Cityász, szombaton 17 órától a Sepsiszentgyörgyi Sepsi futszát fogadja.